Családi és baráti összejövetelek hatalmas kedvence ez a sült sajtmártás. Helló, Isten hozott a konyhámban! Vichman Anna vagyok, és a csatornámon sorra mutatom be a legnépszerűbb családi kedvencek receptjeit. Ez a sült sajtmártás egy szuper alaprecept, amit kedvünkre tudunk variálni a kedvenc sajtjainkkal. Csak összekeverjük, megsütjük, és utána lehet mártogatni friss zöldségekkel, nachosszal, pitával, ízlésünk szerint. Ez tipikusan az az étel, ami először fogy el az asztalról, úgyhogy 6-8 főre érdemes rögtön dupla adagot sütni. Már is mutatom. Azzal kezdünk, hogy a félkemény sajtokat durvára lereszeljük. Lehet használni ementálit, cheddart, goudát, trapistát vegyesen is, az ízlésünk szerint. Keményebb típusú parmezán sajtot finomra reszeljük. Kell bele egy adag natur krémsajt is, én mascarpone-t használok. Végül pár kanál majonéz, ezzel keverjük alaposan össze. Sót én nem teszek bele, mert eleve sósabb sajtokat használtam, érdemes megkóstolni és sózni, hogyha szükséges. Ez így, ahogy van, nagyon finom töltelék mondjuk egy rolóba, vagy krém egy szendvicsre, de sokkal finomabb lesz a sütés után. Egy kisebb sütőtálba pakoljuk, és egyenletesen elsimítjuk. Ha külön adagokban szeretnéd tálalni, akkor nyugodtan oszthatod több kisebb tálkába is, de akkor a sütési idő 5 perccel kevesebb. A tetejére chili szeleteket teszünk, amitől pikánsabb lesz, de ez a lépés ízlés szerint elhagyható. Tegyük az előmelegített sütőbe sülni. El is készült, tálalhatjuk nachosszal vagy friss zöldségekkel. Ha tetszett ez a sült sajtmártás, akkor nézd meg a ráadás receptet is. Kétféle pita van. Van egy vastagabb tésztájú, amit már tavaly mutattam nektek, és jól tölthető a belseje, és van ez. Ennek a tésztája sokkal vékonyabb, és nem tölteni szokták, hanem megpakolják hússal, salátákkal, és feltekerik. Én itthon gyakran készítem nyáron sült húsokhoz, vagy a humusz és a padlizsánkrém mellé. Egészen gyakran fordul elő, hogy direkt többet készítek belőle, aminek a maradékát kenyérpirítóban frissítem fel, és az így kapott ropogós lepénycsipszel tálalom a fűszeres krémeket. Egyszerűen zseniális, mutatom is, hogyan készül. A kenyérlisztet átszitáljuk egy keverőtálba. Beleszórjuk a sót, a cukrot, és alaposan elkeverjük. Jöhet bele az élesztő is, amivel átforgatjuk, és a közepén mélyedést alakítunk ki. Ide öntjük a langyos vizet, a langyos tejet, és az olívaolajat is. Kézzel dolgozzuk össze a tésztát annyira, hogy ne legyenek benne lisztes részek sehol. Lefedve hagyjuk 10 percet állni. Ez alatt az idő alatt a liszt felveszi a nedvességet, és sokkal könnyebb lesz simára dagasztani a tésztát. Ha letelt az idő, dagasszuk át a tésztát. Rögtön tapasztalni fogjuk, hogy nyoma sincs a nehézkes állagnak, simán lejön a tál oldaláról, és olyan, mintha 10 percig keményen dagasztottuk volna. De én például addig pont kávéztam. 1-2 perc után szép sima lett a felülete. Tegyük vissza a tálba, fedjük le egy fóliával, és kelesszük a duplájára. Ilyen szép szivacsosnak kell lennie. És
és ezzel pont úgy vagyok, ahogy a pita recept videójánál meséltem nektek. Bedagasztok egy adagot, és a hűtőben tárolom. 4 napon át lehet belőle sütni mindig annyit, amennyire szükség van. Rögtön keresztés után is finom és légies lesz, de a másnapi sütésnél még finomabb lesz az érett tésztából. Imádom, amikor ilyen szép szálasra kelt. Alaposan lisztezzük meg a deszka felületét. Tépjünk a tésztából egy tojásnyi mennyiséget, és a lisztes deszkán hajtogassuk be a széleit középre, hogy egy feszes, formás golyót kapjunk. Így készítsük el sorban a többit is, amennyit szeretnénk kisütni. A maradék tésztát tegyük egy jól záródó dobozba, és mehet a hűtőbe. Nyújtsuk ki a tésztákat kb. 2 mm vastagra. A lisztezett deszkán tegyük őket egymás mellé. Ha megvan mind, akkor tegyük őket egymás mellé. A serpenyőt hevítsük fel a közepesnél erősebbre. Ha már forró, fektessük bele az elsőt, és 1 percig süssük. Fordítsuk át, és a másik felét is süssük meg. Akkor jó, ha mindkét felén vannak barna foltok. Így tegyük a rácsra hűlni. Jöhet sorban a többi. Pontos mennyiségeket és a receptet megtalálod a videó leírásában a linkek között és az annuskan.hu oldalon. Még mielőtt elkattintanál, kérlek írd meg nekem kommentben, hogy ezt a vékonyat vagy a vastagabb pitát kedveled jobban. Ha szereted a finom ételeket, egyszerű desszerteket, akkor nézd meg ezt a kettőt is. Ugye jól néznek ki? Még több videóért iratkozz fel a csatornámra, kapcsold be a csengő értesítést, és találkozzunk legközelebb is!